Sziasztok! Itt vagyok a GTA Online-ban, és most úgy fogjuk kezdeni ezt a live-ot, hogy ellopok pár darab kocsit, és azt elviszem a garázsomba, és utána eladogatom. Legalábbis ugye egyet-kettőt, de lehet, hogy csak egyet. És utána majd meglátjuk, hogy mi lesz. Akkor szerintem kezdjük is. Top range-es kocsit kell ellopni. Az ami azt jelenti, hogy ez a legjobb. Úgy ért, hogy a legdrágább. Amit el lehet adni majd. És akkor menjünk, kössük el a merdát. Hát nincs elég olyan közel. Hát még egy kicsit kevesebb, mint 5 kilométerre van. Hát de gyorsan oda fogunk érni. És ha jól látom, akkor szerintem át is tudok vágni. Ja, igen, mert itt van a repülőtéren. Hát ez egy pici borulás, de nem vészes. Hoppá, verseny közben kell ellopni a verdát. És ez itt ez a piros. Valahogy úgy kéne, ne nagyon sérüljön a kocsi. De hát az nem lesz egyszerű. Ebből a kocsim elég nehéz kilőni a csávókat. Általában nem tudom verni, csak oldalról. És megvan. És akkor vihetjük is a garázsba. Hát eléggé szétlőttem. De se baj. Úgy látom, nem egy lassú verdát loptam el.
milyen komolyan néz ki belülről. Ha esetleg van valami kérés, hogy mit játszok, akkor írjátok meg a chatre. Mármint, hogy a GTA-ban mit csináljak. És el is hoztuk, és utána akkor nem sokára el is adom ezt a verdát. Ezeket sajnos nem lehet megtartani, csak eladni. Van egy pár kocsim ezen kívül. És akkor feltaníkolom, és akkor el is adjuk. Hát milyen színű legyen a neon. Legyen kék. És akkor ezzel meg is holnánk, akkor vihetjük eladni. Szóval közben majd jönni fognak rám ilyen csávók. Ott is vannak. Up.
megpróbálom félrehúzolni a verdával és elintézem őket. Hát itt pont nem lehet annyira jól kinézni. Háromszor fog jönni ez a hullám. Ugye, hogy háromszor két kocsival fognak jönni. Hát meg is öltek. De nem baj, ilyenkor újraéledek. Akárhányszor lelőhetnek, akkor is újraéledek. Hát ez szép, valaki látom felvertette a Veldát. De jó, hogy felborult. Valahogy vissza kéne állítani. Alig ér valamit a kocsi. Hát ott egy pici robbanás lesz. És elvileg már nem fognak jönni. Ezek csak akkor jönnek, hogyha egy szerben egyedül van valaki. Mint például most én. Vagy ha vannak mások is a szerben, akkor ezek nem jönnek. Hát ezért elég kevés lóvé jött. És akkor ellopok még pár ilyen merdát.
Akkor nézzük, hogy milyen kocsit fogadni. Hát egy midrange-est. Azok ilyen 62 000 körül jönnek. Hát itt van nem messze. Akinek megvan a GT, az akár jöhet játszani is, ha szeretne. Ja, nem ide kellett jönni. Nem, még el kell menni valahova. Hát simán el fog odáig érni. Még időben. Hát erre nem számítottam, hogy befordul elém. Akkor vihetjük ezt is a garázsba.
És kifordul elém. Hát nem kapta el őket sajnos. De valamiért eltűntek. Hát egy ilyen kisebb összeget kell fizetni, nem olyan vészes. És akkor ezt is elhoztuk. És még várni kell 10 percet, még el tudok adni egy másikat. De akkor megyünk, lopunk még egyet.
És akkor nézzük, milyen kocsit fog most adni. Hát itt egy pár másodpercet kell várni, az nem olyan vészes. Akkor menjünk, kössük el a Verdát. Hát ez eléggé messze van. Hát 5 kilométer, ez nem olyan vészes végül is. Itt van valahol. Hát ezt pont nem szeretem azért, amikor üldözik a rendőrök. És kilök a rendőr, hihetetlen. Így egyszerű volt. Csak lenne lőjenek addig. Ilyenkor Lester-t szoktam felhívni, és akkor egyből elintézi, hogy ne körözzenek. Ez ilyenkor azért jó, mert a rendőrök közben lőnék a kocsit, és innen megy felfele a vesztesei.
Hát viszont így igen, hogyha neki megyek egy-két kocsinak. Van 3780 a veszteség. Az elég magas az előzőhöz képest. Az 1000 valamennyi volt, ha jól emlékszem. És ez is megvan. Hát egy picit kell várni, és utána is tudok adni egyet. Például legyen ő. És akkor feltolingoljuk és eladjuk. Aranyban egész jól néz ki. És akkor vihetjük is a verdát. Hát az eléggé csúszkál ez a kocsi. Én nem lesz jó, mondtam. Az a baj, el tudnak találni, mivel lesz kabrió kocsi.
Azaz, mert oda bújtam volna lelőttek. Az a baj, hogy mindig ide fentre rak be. Aki van. Ja, az feljött ide. És már jönnek megint. Hát ez most nem ment olyan simán, mint gondoltam. Kíváncsi vagyok, hogy jönnek-e még. Igen, még jönnek. Most már nem kéne, hogy jöjjenek. És nem is jönnek. És én nem kell kapkodni, simán el tudom vinni így a kocsit. Hát a fejük az nem valami jó ezen a verdán. Hát itt körülbelül amit bukok rajta, az olyan 6-7 ezer körül van.
Hát az elég egy kemény bokor volt. Ha így meg tud lökni egy kocsit. Hát 7000-ből 10 000 lett a veszteség. Akkor megyünk kocsit lopni. Hát ezt nem hiszem, hogy mindig elén fordul be egy valaki. És egy standard range-es kocsit adott, hát ez körülbelül a legkevesebbe. Detail.
Hát olyan messze azért nincs szerencsére. Hát egy picit túlrepültem. És itt a Verde csak így leparkolva. Azon az ajtó le is esett. Hát az eső is rátesz egy lapáttal, hogy itt csúszkál a Verda. És akkor ez a Verda is megvan. És gyorsan nézem, hogy lehet-e már eladnom, vagy várni kell még rá. És még várni kell egy 10 percet. Thank you.
Most egy picit messzebb raktam be a kocsit. Nem mintha annyit számítana, de... De akkor is. Na jó, most egy top range-es kocsit adott, az a legdrágább. Az olyan 100 000-et ér. De akkor lehet úgy lesz, hogy amit most ellopok, azt fogom eladni is. Nincs annyira messze. Kapott egy szájast. Viszont ha... Aha, itt úgy van, hogyha az a zöldség alá esik a sebességem, akkor felrobban a kocsi. Szóval arra vigyázni kell, hogy gyorsan kell menni 2 percig, és utána rakhatom be elvileg a garázsba.
Hát most nem kéne belemenni semmibe. És pont akkor megy bele, amikor kimondom. Hát ez épp hogy megvolt. Hát most várni kell elvileg egy 2 percet, és akkor tudnám eladni. Hát éljetek meg, hogy várjuk meg, vagy lopjuk egy másikat. Hát akkor megváljuk ezt a már, hát már kevesebb, mint másfél percet. És akkor ezt a kocsit fogom eladni, amit most hoztam ide. Ezeket el tudnám vonni collectionben is, csak az a baj, nincs annyi ember rá. Mert ahány kocsi, annyi ember kell rá. És akkor ezt eladjuk. És akkor mehetünk is. Hát erre most jobban kéne vigyázni.
Nem pont így. És képes elütni. Mert úgy van, beszállok hogy akármilyen kocsiba, akkor jönnek azok a csávók elvileg. Hát most ez nem így van. Akkor vinnem kell ezt a Verdát. És Vinyóval előtt. És ha jönnek újra. Másik kettő meg erről jön be. És megint megkerülik. Hát az lehet hiba volt, hogy jól dobtam. De nem baj, abból bontom fel. Lehet felrobbanni vele a kocsi és... És sem mindig jönnek. Hát remélem már nem jön több. És nem jön király.
Tehát egy csúszka, remek kocsi is. És elhoztuk ezt is. Hát ennyi lett volna már ez az élőadás, ha tetszett, akkor kövess be itt Twitch-en. Szerintem holnap is lesz GTA. Legközelebb jövök vissza. Sziasztok!